Jó érzés eljönni egy olyan helyre, ami kellemes, jó érzés tanulni, és mindenek előtt nagyon jó érzés találkozni a többi kollégával, hiszen a fogorvosok alapvetően magányosak, tehát a rendelőkben bezárva nem találkoznak szakmai társaikkal. Gólom András vagyok, az esztétikai kongresszus témavezetője. Számomra nagyon lényeges az upgrade, így gondoltuk el korábban is, és most is így valósítottuk meg, hogy ez egyfajta sereg szemléje a tehetséges hazai előadóknak, és egyúttal teret és lehetőséget enged a fiatal, feltörekvő kollégáknak, hogy megmutassák azt a kivételes tudást, amivel ma ez az új generáció rendelkezik. Azt gondolom, a mai nap is ékesen bizonyította, és amikor összeállítottuk a nap programját, akkor természetesen arra is gondoltunk, hogy ne csak a fiatalok kapjanak szót, hanem legyen bent egy-két olyan kolléga is előadással, akik több évtizedes tapasztalatukat mutatják meg. És így ez a kettő szerintem egy nagyon klassz ötvözetet adott a mai napon. Én azt gondolom, hogy csak úgy, mint a korábbi években, vagy például, mint a Dental World-en is, nagyon jó kiállítók, érdekes cégek jelennek meg, hiszen a fogászat az egészségügynek az egyik legdinamikusabban változó ága. És itt is nyomon követhető, hogy a digitalizáció elsöprő erővel nem mondom, hogy támad, hanem hál' Istennek jön és itat át minden. Úgyhogy ebben is nagyon sok érdekességet lehet találni a kiállításon. Én úgy gondolom, hogy a rendezvény egyfelől szép környezetben zajlik. Jó érzés eljönni egy olyan helyre, ami kellemes, jó érzés tanulni, és mindenek előtt nagyon jó érzés találkozni a többi kollégával, hiszen a fogorvosok alapvetően magányosak, tehát a rendelőkben bezárva nem találkoznak szakmai társaikkal. Itt viszont lehetőség van a régi barátok, ismerősökkel való eszmecserére, ami nagyon felemelő mindannyiunknak.